Köszöntöm Önöket, Tóth Tamás vagyok. Engedjék meg, hogy egy Önök által küldött képpel kezdjem az időjárás jelentést, méghozzá Zerényi Zoltánné képével, akinek fényképe tulajdonképpen jól illusztrálja majd a mai időjárást. Ugyanis az összefüggő felhőzet a térségünkben már felszakadozott, viszont gomoly felhők nagyobb mennyiségben is képződnek. A viharos szélben azonban gyorsan robognak majd ezek a gomoly felhők, viszont a napi menetnek megfelelően estére már lebomlanak jó részt, éppen emiatt akkor már több helyen akár napnyugtát is fotózhatunk, mint ahogy azt tette egy herédi kedves nézőnk is, méghozzá Baranyi Norbert Mátrában a Sástó környékén. Nagyon szépen köszönjük a felvételeket, és természetesen Önöket is bíztatnám, hogy szerkesszék az időjárás előrejelzéseket meteorfotokukac.mtva.hu az e-mail címünk. No, de akkor lássuk is a műhold felvételt, amelyen szépen kirajzolódik az a front, ami most már jócskán elhagyta a Kárpát-medencét, méghozzá az összefüggő felhőzetével együtt, és bizony a front mögött viharossá fokozódik ma nagy területen a szél, már ezekben a pillanatokban is szeles az idő az ország jó részén, és a szél ereje csak tovább fokozódik. A legerősebb széllökések ma elsősorban itt ebben a szélcsatornában várhatók, akár az óránkénti 80-90 kilométert is elérhetik, éppen emiatt az 5 fok közeli hőmérsékletet bizony a ténylegesnél hidegebbnek érezzük majd, és a gyorsan robogó gomoly felhőkből záporok, főként a hegyekben hózáporok is előfordulhatnak, viszont a szél ereje már estétől mérséklődik, de a következő két napon még azért lehetnek élénk vagy erős széllökések, majd amint leáll a szél a hét közepén, éjszakánként egyre több helyen kötfoltok képződnek, viszont ezek várhatóan gyorsan megszűnnek, és újra emelkedik a hőmérséklet, napközben lesznek helyek a hét második felében, ahol is 12-13 fokot is mérhetnek. Kedves nézők, szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!